20 különböző feladatot tudnak megoldani a gyerekek, kicsit közelebb hozva a matematikát hozzájuk. Segítőink is vannak. A kiállításon van egy matematikusnak beöltözött színész kollégánk, aki végigvezeti a csoportokat a kiállításon. Nem csalás, nem állítás. Mindig van két matematikus hallgatónk, egyetemi hallgatónk, akik segítik a gyerekeket, elmagyarázzák a különböző feladatokat. Amik itt vannak, ezek már megoldott matematikai problémákat szemléltetnek, tehát az a dolognak szerintem az értelme, hogy ezeket az ilyen elvont absztrakt fogalmakat valahogy érezzék, hogy ezek így léteznek, lehet velük játszani, stb. Megmutatjuk, hogy egy cikló is íven gyorsabban fut le egy golyó, mint az egyenesen. És a cikló is az ív, amin a lehető leggyorsabban tud lefutni egy golyó. Ez például, hát most nem tudom, de több száz éven keresztül egy megoldatlan probléma volt. Nyilván most egy perc alatt nem fogja megtudni, hogy mi az a valószínűségszámítás, de amikor majd az iskolába előhozzák, azt mondják, hogy azt mondják, hogy majd 8. osztályban most valószínűleg számítást tanulunk, akkor majd beugrik neki ez a kép, hogy kockákkal játszottam, és kijött az ügy. A célunk az, hogy a matematikát közelebb hozzuk a gyerekekhez, illetve egy kicsit a német nyelvet is, mert azt is belecserkésztük ebbe a programunkba is. A kiállítás két nyelvű, tehát a magyarul és németül is megjelennek a feliratok, amiket reméljük, hogy el is olvasnak a gyerekek. A kiállításunk két napja nyílt, de úgy gondoljuk, hogy sikeresek leszünk, sokan jelentkeznek, sok csoportot várunk.